2017. június 11-én vasárnap tartották a székelyhídi Gyermek Jézus búcsút. Az egésznapos rendezvény szabadtéri szentmisével kezdődött a Stubenberg kastély udvarán. A szentmisét Osváth József, székelyhídi plébános celebrálta, Böjte Csaba ferences szerzetessel és Lendvai Zoltán János plébánossal, a Rédicsi gördeszkás pappal. Sehol nincs a világon Gyermek Jézus búcsú. Én úgy gondolom, hogy Jézus nem csak mint felnőttet, nem csak mint kisbabát kell köszöntsük, hanem a tizenéves Jézuskát is, aki odaáll az anyukája elé, hogy menjen ki ő is már focizni, engedjék már őt is, és elkezd bujocskázni, kergetőzni az emberek fiaival. Igen, Isten mert gyermek lenni, mert játszani, mert jókedvű, pajkos, csintalan vagy vidám gyermek lenni. És mielőtt valaki is megbotránkozna, gondoljunk arra, hogy Jézus azt is mondta, hogy hát ha mi magunk is nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nem fogunk bejutni a mennyek országába. Úgyhogy mindenkinek ezt, mindenkit bíztatok arra, hogy ott, ahol van a családjában, a munkahelyén, néhány viccet merjen elsütni, merjen egy kicsit gyermek lenni, merjen egy kicsit jókedvű, kacagós, vidám ember lenni. Hát, ehhez kívánok sok sikert, Isten áldása legyen önökkel. Az ünnepségen Kovács Ágnes, a székelyhídi Gyermek Jézus otthon vezetője beszédében megköszönte a rengeteg segítséget, a számtalan jó szándékú ember támogatását egész Erdélyből és Magyarországról. A szentmise galambröptetéssel zárult. A délután további részében a Budapesti Nem Adom Fel együttes szórakoztatta a megjelenteket. Szabadtéri játszóteret alakítottak ki a szervezők, és főzőversenyt is rendeztek a gyerekeknek. Az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola évről évre ellátogat az eseményre, és gyerekeknek szánt ajándékokkal teli autóval érkeznek. Idén labdákat, robotméhecskét és különböző tartós élelmiszereket vittek a gyerekeknek.